Ebben a 10. heti vlogban megragadnám az alkalmat, és meg szeretném köszönni nektek, hogy már több mint 400 ezeren vagyunk a csatornán. Most egy kicsit más dologgal készültem nektek. Megfogadtam, hogy idén többet szeretnék utazni, és lencse végre kapni az utazásaim pillanatait nektek, és ezzel egy kisebb-nagyobb változatosságot hozni a csatornára. Henry barátommal úgy döntöttünk, hogy 3 nap alatt gyors tempóban beutazzuk Ausztriát, amennyire csak tudjuk. Az idő csak úgy repül. Érdekes érzés, hogy nap mint nap egyre többen vagyunk itt, és ezzel a közösségünk egyre csak nagyobb és nagyobb. Viszont a számok azok csak számok, egyik után jön a másik. Volt már 100, 200, 300 ezer. Számomra nem ezek a legfontosabbak, hanem az, ami közte történik. Nem csak egy ilyen 3 napos kiruccanás számít utazásnak, ez az egész csatorna önmagában egy közös utazás. Na itt vagyunk Bécsben, Henry közben csinálja a Hyperlapse-et. Hogy esetleg valaki nem tudna, hogy mi az a Hyperlapse? Keresel egy hosszú egyenest, egyet előrelépsz és egy képet csinálsz. És igazából ebből lesz ez. Megyünk tovább Salzburgból, megnézzük a várat, illetve a várost. Reméljük, hogy tetszeni fog nektek. Teljesen alpok időjárás van, én már síjjackiben rohangálok egyébként. Most itt veszünk 1-2 órát és utána megyünk tovább Innsbruckba, megnézzük gyorsan ezt a várost. Megjöttünk Innsbruckba, egy nagyon szép szállást kaptunk. Ezt a képet már láthatjátok, minden jól rendben van. Ledőlünk és alszunk. Napról napra nő a felelősség, ugyanis egyre több és több ember várja el azt, hogy láthassák, ami velem történik. Rettentően kedvelem ezt az egészet, ugyanis bárhol és bármikor tudom csinálni a dolgaimat. Sokszor gondolkodtam azon, hogy mi lenne akkor, hogyha egyik napról a másikra véget érne ez az egész. És minden egyes alkalommal arra jövök rá, hogyha véget is érne, valahogy mindenképpen folytatnám ezt a történetet. Ugyanis én a videókat nem azért gyártam, hogy én nézem meg őket, hanem elsősorban azért, hogy ti lássátok. Még mielőtt a mai napi főcélunkhoz odaérnénk, ami nem más, mint Hallstatt, eljöttünk megnézni egy hatalmas nagy hegyi vízesést. Én még ilyen igazi fagyos télies vízesést nem láttam, egyszerűen elképesztő. Egy tipp. Tanulj meg úgy szeretni valamit, valakit, mint a kis herceg a csillagát. Most haladunk egyébként tovább, megyünk tovább Hallstattba, ott van a következő szállásunk. Teljes hóvihar van egyébként, az autók is nagyon nehezen haladnak, és nagyon sok út le van zárva a lavina veszély miatt. Rengeteg ember egyébként felrakta a hóláncot, és csak azzal tudnak tovább menni. Jelenleg még Hallstattban vagyunk, az éjjel alatt az egész város belette a hó. Közel 20-30 centi hó esett egyébként ez a város, egy tó mentén fekszik el. Még ami érdekes lesz az az, hogy a kocsival hogyan fogunk visszajutni. Időközben megérkeztünk Grazban, itt meg egy picit körbenézzünk, és megnézzük, hogy pontosan milyen ez a város. Meg szeretném nektek köszönni az eddigi figyelmet, és nagyon-nagyon remélem, hogy még sokáig fog tartani a mi közös utazásunk.